Gyúpáros Alpár kormánybiztos sajtótájékoztatója a Magyar Falu programról. Térségünk országgyűlési képviselője a rábapatonai fejlesztések mellett a településeket összekötő utak felújításáról, az M85-ös Csorna-Sopron közötti szakaszának építéséről és a tanúszadák kialakításáról beszélt. A mai sajtótájékoztatónak az oka Rábapatonán elkészült, illetve Rábapatonán induló fejlesztések és fontos fejlesztések a falu életében, és gyakorlatilag igazából térségi kihatású fejlesztésekről beszélünk. Szerintem mindannyian ismerjük a teremben ülők Rábapatonát, a település földrajzi adottságait, azokat a lehetőségeket, amikkel a település bír. Talán mindenki számára világos, hogy Rábapatona egy az elmúlt időszakban rendkívül dinamikusan fejlődő település, és nem csak abból a szempontból fejlődő település, hogy folyamatosan fejleszt, intézményt fejleszt, utakat épít a település, szociális, sport, kulturális fejlesztéseket hajt végre, és nem utolsó sorban, hanem inkább elsősorban oktatási és egészségügyi fejlesztéseket hajt végre, hanem ennek megvan a látszata is, hiszen amikor a település országgyűlési képviselője lettem néhány évvel ezelőtt, akkor még Rábapatona a népesség száma talán éppen csak 2500 körüli volt, ma már 2800 környéki a népesség száma a településnek, és polgármester úr szerény becslése szerint néhány éven belül ez a népesség szám meg fogja haladni a 3000-et. Ebből látszik, hogy egy dinamikusan fejlődő település, ami nyilvánvalóan dicséri a rábapatonaiakat, a rábapatonai településvezetést, a polgármestert, az önkormányzati képviselőtestületet, a civil szervezeteket, az egyházi közéleti szereplőket és minden rábapatonai lakost, hiszen mindannyiuk közös munkája az, hogy Patona egy élhető település és egy szép településképet mutató Győr környéki település. Nyilvánvalóan nem eltagadható az a tény, hogy Győr környéki a település, már-már a győri agglomeráció része, közigazgatási értelemben nincs ilyen fogalom, hogy győri agglomeráció, de mindannyian tudjuk, hogy többek között például az M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Csorna közötti szakaszának megépítésével ezek a települések közelebb kerültek Győrhöz, és tulajdonképpen a győri agglomerációhoz tartoznak. Na most a fejlesztések egy része, talán jelentős része, jövőben biztosan jelentős része, erről biztosíthatom polgármester urat, a Magyar Falu program keretében kerül támogatásra. Másik része különböző Európai Uniós források, illetve egyéb hazai támogatásoknak köszönhető. És itt szeretnék feloldani egy ellentmondást, hiszen amikor a Magyar Falu programról beszélünk, akkor mindig azt mondjuk, hogy a Magyar Falu program elsődleges célja a csökkenő népesség számú települések megmentése gyakorlatilag, tehát azoknak a településeknek a támogatása, amely településeken a fejlesztések, a falusicsok, az útfejlesztések, a különböző intézményi beruházások támogatása nélkül ezek a kis települések előbb-utóbb akár ki is halhatnának. És itt feszül egy ellentmondás aközött, hogy akkor hogy kerül Rábapatonára a Magyar Falu program fejlesztés. Hát úgy kerül, hogy alapvetően a mi célunk a Magyar Falu programmal a falusi életstílus népszerűsítése. Azt mondjuk, az az alaptételünk, hogy azt a szabadságot szeretnénk visszaadni a fiataloknak, hogy amikor Győr és falu közötti, amikor otthonteremtés előtt állnak és Győr és falu között választanak, hogy Győrbe költözzünk, vagy Győrbe maradjunk, vagy hazaköltözzünk Rábapatonára, vagy itthon maradjunk Rábapatonára, akkor ez életstílus és életstílus közötti választás legyen, ne pedig életminőség és életminőség közötti választás. Ez azt jelenti ez a tételmondat, hogy ha valaki szeretne falun élni, de azért nem költözik falura, vagy nem marad otthon a falun, mert ott az életminőség nem nyújt olyan színvonalat neki, mint amilyet mondjuk egy város tud nyújtani, akkor az baj. És mi azt szeretnénk elérni, hogy nyilvánvalóan a maga mértékéhez, maga léptékéhez képest, de a falu az egy olyan életminőséget nyújtson, ami versenyképes a városi életminőséget. Ez nem azt jelenti, hogy Rábapatonán nemzeti színházat fogunk építeni. Nem azt jelenti, hogy óriási versenyuszadát, sportcsarnokot, nem tudom miket fogunk építeni, mert az a városnak a hozzátartozója. Viszont minden olyan alapszolgáltatást, amit egy falunak nyújtania kell, azoknak meg kell lennie ezekben a falvakban. Ha hiányzik, akkor meg kell teremtenünk, ha pedig megvan, de nem olyan, nem kellő minőségű, akkor pedig olyan minőséget kell teremtenünk ezekben az alapszolgáltatásokban. Ezen dolgozik polgármester úr, ezen dolgozunk mindannyian, és ráadásul ne felejtsük el, hogy egy népesség növekedéstől idézőjelbe téve szenvedő település,
mint Rába Patona, kellő feladatot száll a polgármesternek, kellő feladatot ró a polgármesterre, hiszen hogyha növekszik a népességszám, akkor növekszik például a gyereklétszám, akkor a polgármesternek előbb-utóbb azon kell gondolkozni, hogy bölcsödét építsen vagy bővítsen, óvodát építsen vagy bővítsen, iskolát építsen, bővítsen, orvosi rendelőt fejleszten, és itt tovább, és itt tovább, és ez mind-mind komoly terhet és feladatot ró egy-egy település vezetésre. No, ezért támogatjuk jó szívvel Rába Patonát is. Ami pedig a mai látogatásomnak a különleges oka, hogy az elmúlt napokban hirdettünk eredményt a Magyar Falu Program keretében, elmúlt hetekben hirdettünk a Magyar Falu Program keretében eredményt több pályázaton, többek között az orvosi rendelő felújítását célzó pályázaton is, és ezen a pályázaton sikeresen szerepelt Rába Patona. Én magam is ismerem a Rába Patonai orvosi rendelő épületét, úgyhogy bátran állíthatom, hogy olyan helyre kerül ez a támogatás, amely megérdemli a központi kormányzat segítségét, úgyhogy ezúttal én is szeretném megköszönni miniszterelnök úrnak és Magyarország kormányának, hogy a választókerületünkben egy újabb településsel tudtunk orvosi rendelő fejlesztéssel forrást biztosítani. Egyébként ezen a pályázaton, ez nem egy új pályázat volt, 2019-ben már kiírtuk ezt a pályázati kínást. Itt három olyan pályázati kínásunk is van, amely orvosi vagy egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztésre biztosít forrásokat. Az előbb említett orvosi rendelők építésén vagy felújításán kívül orvosi eszközök, új orvosi eszközök beszerzésére tudtak pályázatot benyújtani a kistelepülések, illetve van egy speciális, az orvosi szolgálati ház vagy szolgálati lakás építése, illetve felújítása, mert hiába van egy szép rendelőnk bármelyik településen, hiába tökéletesen új 21. századi körülményeket biztosít belül is a rendelő, felújított, korszerű orvosi eszközök vannak, ha nincs benne orvos, akkor felemegette az egészet. És az a célunk, hogy bár ma még százas nagyságrendben vannak üres házi orvosi praxisok magyarországi falvakban, sehol, mindenhol biztosított az ellátás természetesen, hiszen ha máshogy nem helyettesítéssel megoldotta az alapegészségügyi ellátás, de az a célunk, hogy minden falunak meglegyen a saját házi orvosa, és ahol ma még nincsen, ott orvosi szolgálati házak és lakások építésével orvosokat csábítsunk a falvakba. Ez a folyamat is a tavalyi évben elindult, és szépen haladunk ezzel előre. Mondok is konkrét, unalmas, száraz, tényszerű adatokat. 2019-ben 973 magyarországi településen tudtunk orvosi rendelőket felújítani falvakban, illetve orvosi eszköztárat felújítani 6 milliárd forint értékben. Az idei évben eddig 750 településen sikerült ezt a feladatot elvégezni 4 milliárd forint értékben, de az idei évben ide még többletforrásokat fogunk biztosítani. És szolgálati házak tekintetében 20 helyen, ahol üres praxis volt, új orvosi szolgálati ház építésével be fogjuk tölteni a házi orvosi praxist, és további kb. 30 helyen meglévő orvosi szolgálati házakat, illetve lakásokat tudunk felújítani. Na, ezt a munkát fogjuk folytatni 2900 magyarországi 5000 lélekszám alatti kistelepülés polgármesterével, települési önkormányzati képviselőtestületével, civil szervezeteivel, egyházközségeivel, ezeken a falvakban élő emberekkel és az állami intézményrendszer szereplőivel, többek között a tankerületi vezetőkkel együtt, annak érdekében, hogy elérjük ezt a bizonyos célt még egyszer, életminőség és életminőség közötti választás helyett, éles stílus és éles stílus közötti választás legyen a falu és a város közötti döntés. Képviselő, megmutatok a fejlesztések itt a Rába közben, közben utak újulnak, meg ahogy látom, akár Rába Csécsénybe látom a munkagépeket, de számos települést mondhatnék. A településeket összekötő utak, ami a helyzet, Enesérről mondjuk Rába Csécsény felé van egy nagyon, nagyon rossz állapotú, mi a terv? Elindult ez a munka is, a választókerületben is. Most a legutóbbi információ például a 86-os főutat Szany településsel összekötő útszakasznak a hiányzó etapja esetében munkaterület átadás következik be egy héten belül, és aztán folytatódnak természetesen. Az a jó hírem van, hogy a tavaly évben indult a településeket összekötő állami mellékúthálózat fejlesztések programja, ez a, mi úgy hívjuk, hogy a falusi útalap. A falusi útalap keretében a tavaly évben 50 milliárd forint értékben több mint 300 megközelítőleg 400 kilométernyi útszakasz megújítása kezdődött el. Az idei évben ugyanezt az összeget szántuk eredetileg, tehát 50 millió forintot nagyjából hasonló 300-400 kilométernyi útszakasz felújítására, és már döntés született a kormányzat részéről arról, hogy ezt még az idei évben egy 22 milliárdos támogatási összeggel megtolja a kormány, és a szeptemberben folytatni tudjuk ezt a munkát, és a 2021-es költségvetés pedig azt rögzíti, hogy a jövő évben 90 milliárd forint áll már rendelkezésre az útfelújításokra. További jó hír, hogy amikor útfelújításokról beszélek, akkor ugye
olyan útszakaszokra kell gondolni, amelyeknek az állapota annyira rossz, hogy gyakorlatilag teljes pályaszerkezet cserére van szükség, vízelvezetéssel, adott esetben hídfelújítással, tehát minden egyéb csatlakozó beruházás elvégzésével. De nagyon-nagyon sok olyan útunk van, amelyeknek mondjuk az útalapja rendben van, vízelvezetés mondjuk rendben van, de a felső aszfalt rétegek nagyon leromlott állapotban vannak. Itt nem kell egy teljes felújítási munka, itt mi úgy hívjuk, hogy nagy felületű aszfaltburkolat javításra van szükség. Azt kell elképzelni, hogy teljes szélességében lemarja a munkagép a felső aszfaltrétegeket, és új aszfaltrétegeket terít. Ez nyilván egy olcsóbb megoldás, mint egy teljes pályaszerkezett csere. Ennek a munkának ez a munka is elindult az idejében 7 milliárd forint értékben, és jövőben pedig 12 milliárd forint értékben fog folytatódni. És ennek köszönhetően 2019 és 21 között, tehát a tavalyi évben indult falusi útalappal, a jövő évi költségvetési források felhasználásával összesen Magyarország szerte 2500 kilométeren fogunk felújítani mellékúthálózati szakaszokat. Nyilván nem fogunk tudni mindenhova elérni, ezt újra és újra el kell mondani, hogy ennél több út vár azért felújításra, de az is biztos, hogy soha nem volt még olyan program Magyarország történetében, amikor ekkora, egy kifejezetten specifikusan mellékúthálózatfejlesztési program indult volna el, és természetesen azoktól az utaktól indulunk, amelyek a legrosszabb állapotban vannak, amelyek a legelőregedettebb utak, és amelyek a legforgalmasabb, és aztán szépen megyünk a kevésbé forgalmas, kevésbé leromlott állapotú utak felé. És ezt meg kell különböztetni az önkormányzati útfelújítási programtól, hiszen amire utalt Rába-Csécsényben, tehát nem a Rába-Csécsényt NSE-vel összekötő út, hanem a belterületi útfelújítások, azok önkormányzati fenntartású utak. Mi erre külön programot indítottunk, pályázati kiírást hirdettünk meg már a tavaly évben, komplexen útjárda felújítási programot, vagy útjárda híd felújítási programot. Itt a tavalyi és az idejében összesen 20 milliárd forintot fordítottunk, vagy biztosítottunk a települések számára önkormányzati fenntartású utak felújítására, százával újulnak meg, hanem ezrével országszerte ezek az önkormányzati útszakaszok is. Ez az, amit polgármester úr is említett, hogy a tavalyiben nyertes pályázatnak köszönhetően 4 Rába-Patonai belterületi önkormányzati utat tudott felújítani. Ami pedig a konkrét kérdését illeti, az NSE Rába-Csécsény út, annak is ugye az első etapja az NSE-től a hídig tartó szakasza az, amelyik évek óta szerepel a közútfejlesztési tervében, és ilyen-olyan hol technikai, hol forráshiányos okokból mindig kikerül ebből a fejlesztési kalapból. Én bosszúból azt kértem a közúttól, hogy akkor most már, ha nekiállunk, és tényleg biztosítja a falusi útalap a forrást, akkor ne NSE-től a hídig, hanem NSE-től Rába-Szent Mihályig újítsuk fel az utat. Meghallgatásra talált a kérésem. Itt Rába közélek életminőségét javítja az M85-ös, ugye nagyon komolyan zajlanak a munkák, most már látszik az aszfaltozás is. Hogy áll most jelenleg ez, képviselő? Az M85-ös. Igen. Csorsasokló szakasz. Minden gyorsforgalmi útépítés esetében, amikor főszerkesztő úr megkérdezi tőlem, hogy mi a határidő, akkor mindig elmondom, hogy nem merek határidőt mondani, mert az útépítések esetében nem csak belső, hanem külső tényezők is számtalan esetben befolyásolják. Alapvetően az időjárás az egy ilyen kézenfekvő történet. Van egy rosszabb időjárás, megállnak a munkagépek, vagy van egy vírushelyzet például, leállnak a munkagépek, és nem tud folytatódni a munka, és én ezért sosem mondok határidőket, ha emlékszel rá, János. Ehhez képest bátran mondok most határidőt, hiszen annak ellenére, hogy vírushelyzet volt, nem történt komolyabb leállás az útépítésben, és ráadásul az időjárás is a munka elindulásától kezdődően folyamatosan kegyes volt hozzánk, és most már egy olyan kevés rövid idő van hátra, hogy most már bármi történik az időjárásban, szinte nem tud semmi közbeavatkozni ahhoz, hogy 2020 év végén átneadjuk a forgalomnak az M85-öst. Így állunk. Nagyon sok kérdés érkezett a szerkesztőségbe, ezzel kapcsolatban érdeklődés is, tanúszadák kérdése, Csornakapuvár, várják a kisvárosban élők ezeket a beruházásokat. Csornakapuvár tét, egészítsük ki, mert hogy a választókerületünkben 3 járási tanúszadát építünk, mind a 3 közbeszerzés alatt áll, a kapuvári az gyakorlatilag lezárult, azt hiszem, hogy minőségbiztosítási ellenőrzések vannak hátra, de gyakorlatilag lezárult a közbeszerzés, úgyhogy hamarosan szerződéskötésre kerülhet sor is munkaterület átadás. Röviddel van ettől lemaradva a téti tanúszoda, és nagyon bízom benne, hogy még az idejében lezárulhat a csornai tanúszoda közbeszerzése is. Az nem biztos, hogy annak az építése még az idejében elindulhat, de a közbeszerzésnek le kell zárulnia, forrásbiztosításnak a kormány részéről az meg fog történni, erre garanciákat kaptunk, és aztán amikor ez megtörtént, akkor ott is munkaterület átadás következhet be. Köszönöm. Köszönöm szépen.